Meggyőző játékkal nyitott a házigazda, amelynek nem találta ellenszerét a pénzügyőr. A magabiztos röplabdázás mellé jelentős előny is párosult, egészen fölényesen 25-12-re hozta a szettet a MÁV előre. A második játszmában, ahogy várható volt, magára talált a címvédő. Ugyan a hazaiak szorosabbá tudták tenni ezt a játékrészt, mint a pénzügyőr az elsőt, de utóbbi rész sikere így sem forgott veszélyben. 25-17-re nyert, és ezzel egyenlített Jókai Zoltán csapata. A harmadik szedben már szó sem volt nagy különbségről, nagy harc volt a labdákért és minden egyes pontért. Pesti Marcellék ezúttal is megmutatták, komoly szándékukban áll legyőzni a pénzügyőrt, és ennek megfelelően koncentrált játékkal a hajrában sikerül ellépniük és 25-20-ra behúzni a játszmát, amivel közel kerültek a meccs megnyeréséhez is. De a negyedik játszmában nem tudta lezárni a mérkőzést a MÁV előre, mert a PSE címvédőhöz méltóan játszott nyomás alatt, kézben tartotta a szettet, irányított és 25-19-re nyert. Így az ötödik szettre maradt a döntés. A rövidített játékrész elején egyik fél sem tudott ellúgni a másiktól, térfél cserénél 8-7-re még a PSE vezetett. 10-10 után viszont jött Pesti Marcell, majd Rezsó Kocsi fontos pontja, és 12-10-nél már a MÁV előre állt nyerésre. 14-13-nál egy hosszú nyitással meccslabdához jutottak a fehérváriak, és ezzel élni tudtak, így végül 3-2-re legyőzték a pénzügyőrt. Dávid Zoltán csapatának még két mérkőzése van hátra a középszakaszból. Vasárnap a Kazincbarcikához utazik, majd a Debrecen ellen hazai pályán zárja ezt az etapot a MÁV előre Foxconn.